Jelentős változások történtek a nyári szünetben a nyíregyházi férfi kézilabda csapatnál, teljesen új stábbal, átalakított játékos kerettel kezdte a felkészülést az NB1B keleti csoportjában szereplő gárda. Az előző két szezonban a kiesés ellen harcolt a korábban szebb napokat is megélő együttes, amely számára nem jött rosszul, hogy március közepén lezárták a bajnokságot. Az előzmények tükrében várható volt, hogy új kezekbe kerül a szakmai munka irányítása. A tavalyi szezon azért kétségkívül belúsult el. Alapvetően, hogy csonka szezonról beszélünk, a koronavírus járvány miatt ugye félbe szakadt, de azt tudni kell, hogy a kieső zónában találta magát a csapat úgymond lefújáskor. Ezért úgy döntöttünk, hogy azért alapjaiban egy kicsit megváltoztatjuk, felfrissítjük, megerősítjük a gárdát mind a játékos oldalon, de először nyilván a szakmai oldalon kellett kiválasztani az erre alkalmas személyeket. Itt akkor meg is nevezném kik ők. Természetesen a nyíregyházi vonalat erősítjük, és azokat a megyebeli nyíregyházi szakembereket szeretnénk visszaintegrálni, illetve hasznosítani a nyíregyházi kézilabdában, akik most nevesen Medve Róbert, aki szakmai igazgatóként fogja segíteni a nyíregyházi esen kézilabda csapat munkáját. A Kerekes Tamás Talna Völgyi Gergely edzőpárossal fogunk dolgozni, illetve Nagy László technikai vezetőként fogja a csapat munkáját segíteni. Kerekes Tamás több mint 150 NB1-es mérkőzés játszott nyíregyházi színekben, edzőként pedig szeretné, ha közönségcsalogató eredményes kézilabdát játszana csapata. Tervem az, hogy egy olyan csapatot alakítsunk ki itt Nyíregyházán, amire a nézők vevők idézőjelben van ezt. Látványos kézilabdát, gyors kézilabdát szeretnénk és ötletes kézilabdát szeretnénk megvalósítani a pályán. Ennek szellemében a héten elkezdtük a felkészülést, egyelőre csak délután, de jövő hét és azt követő héten napi 3 edzéssel fogunk készülni, egy kora reggeli futással, egy 10 órás erőfejlesztő blokkal, illetve egy délutáni medicinlabdás labdás edzésekkel. A keret többségét nyíregyházi vagy nyíregyházi kötődésű játékosok alkotják, de új szerzemény is csatlakozott a csapathoz. Újvári Lászlónak hívnak, 24 éves vagyok, Gyöngyösen játszottam a múlt szezonban, komlói születésű vagyok, Veszprémben nevelkedtem, és most ide jöttem segíteni a csapatot. Volt már játékos, akit ismertem, meg a Tamást is, az edzőt is több emberen keresztül, és számomra az a legjobb lehetőség, hogy idén kibontakozzak újra, mert az előző szezonban nem játszottam annyit, amennyit szerettem volna. A nyíregyházi csapat a felkészülési időszakban biztosan játszik a Kisvárdával, az Ózdal, a Cegléddel és a Mezőkövesdel. A bajnokság szeptember 13-án rajtól, a nyitófordulóban a Mizsek AC-t fogadja Kerekes Tamás együttes a Continental Arénában.